to ruin every broken home, to lost and hurting, to carry alone. We all need someone to hold. Hát kedves ifjú pár, én úgy gondolom, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy eddigi közös életetek legfontosabb napja következett el itt szeptember 11-én. Ez nagyon nagy döntés egyébként ez ifjú pár életébe, mert mindig nagy döntés, amikor úgymond másért is vállalnak felelősséget. Nem csak saját magukért tartoznak, most már tartoztok felelősséggel, hanem a másik emberért is, a párotokért is felelősséggel tartoztok. És ez egy hatalmas döntés egy ifjú szerelmes pár életében. Can you keep me close? Can you love me most? You've drunk it down and you spat it out. Nothing tastes like the things you have. So tear it off, why don't you let them go? We all need someone to stay. A világ azóta házaspárok karikagyűrűt szoktak egymás ujjára húzni. Ez egy szerelmi pecsét, aminek nincsen kezdete és nincsen vége. Hogy hol kezdődött a szerelmetek, azt nem tudom. Hogy hol ér véget, azt pedig sok megkeressétek, kedves fiatalok. Meg szeretném kérni a vőlegényt, hogy húzza a karikagyűrűt a mennyasszony ujjára. Első hitlesi csokkal köszöntsétek egymást, és egy nagy tapsot szeretnék kérni az ifjú házasok tiszteletére. Ez az. Mindig azt látom a szülőkben egyébként, hogy lepereg az az élet, amit eddig együtt töltöttek a fiatalokkal, a lányokkal, a fiúkkal. Hát és lássák, eljött ez a pillanat. Itt áll gyönyörű, szép mennyasszony ruhában, mint egy gyönyörű, szép mennyasszony. Ez büszkeséggel tölti el úgy az édesapát, mint az édesanyát is. Show me.